Na hello, hello, Kemreló! Van itt Kemreló? Mi a fiúk, srácok, lányok? Jól vagytok? Minden oké? Okay? Na, ajánlom is. Na gyerekek, ebben az új epizódban sok minden történt. Dikká, ezek a csorok voltak a rádióban is ember. Na, gányerek voltak. Lett egy új intro, azt már említettem. Akkor próbálgattunk egy kicsit, akkor hogy hívják? Lesz egy fasz a lemez bemutató is, egy kicsi Creedence Clearwater Revival, és egy kicsi nyereményjáték is. Na, vigyázzatok magatokra aztán, jó? Sziasztok! Aloha! From the lift. Menj próbára! Amint látjátok, a próbák utáni vágyódásunk azóta sem hagyta talább. Most is épp próbára igyekszik. Miután visszatért belénk az élet, kicsi stábunkat olyannyira felcsigáztuk, hogy elkísértek minket próbaterménybe. Mi még nem dobtuk teljesen a kukába ezt a nyarat, hiszen lehetőséget látunk arra, hogy egy-egy koncert beíródik 2021 történelmébe. Miközben elkezdtünk harmadik lemezünkön dolgozni, megpróbáljuk magunkat visszahozni koncertképes formába. Februárt az Erdély FM naplopójával indítottuk. Társadalmi című hirdetés következik. Ezúton is köszönjük a meghívást, nagyon jól éreztük magunkat. Szerusztok! Megyünk próbára. Szemvic szakban a lépbe. Mennyi van a táskába, bátya? Hát ott van. Sör. What? Mielőtt fejest ugranánk a dalok sűrűjébe, általában kiélvezzük a csendet és a tájat. Aztán jöhet a muzsika, határtalanul. I'm still
Na! Hello! Akkor kezdjük. Be akartuk egy kicsit mutatni nektek, hogy még néz ki a saját lemezünk. Hát ezek az eredeti grafikák, amik készültek a borítónak. Na, se. Gondoltuk, hogy csináljunk egy kis nyereményjátékot is. Meg lehet nyerni szépen ügyesen ezt a kis lemezt, ami így néz ki. Ez a teleje, ez a háta, ami ez a nagy rajz, ügyesen. És belül az így néz ki. Van egy belső borító is. Bárki így, érted? És itt van maga a lemez, a cejde. Na, ezt úgy gondoltuk, hogyha... Tehát a játék következő féleképpen fog működni. YouTube-on, és csak is YouTube-on, kommentbe odaírjátok, hogy játszom. És akkor fel vagytok véve az adatbázisba. Na, és következő epizódban majd kisorsoljuk a nyertest. Ezt a bögrét, ügyesen, meg lehet nyerni, és ezt a CD-t, ami nagyon limitált kiadás, szóval hajrá! Na, most jöhet a finom lemez bemutatás. A mai epizódban nem más, mint két albumot fogok bemutatni nektek. Mivel nekem ez így van meg, hogy ebben a külön kiadásban két albumot összefoglaltak, és ez nem más, mint a Creedence Clearwater Revival, az első a Cosmos Factory, a másik pedig a Pendulum. És hát nem tudom, mit mondjak erről a lemezről. Aki ezt nem ismeri, hát az gyorsan adjon magának egy pofont, köszönje meg, és még adjon saját magának egy pofont, mert nagy szégyen. Na, hát egy olyan dolog vannak, az meg, hogy Rumble Temple, Before You Accuse Me, Traveling Band, Ubi Dubi, Looking Out My Back Door, blablabla. Who Stop the Rain, As Long As I Can See the Light, I Heard It to the Grapevine, Have You Ever Seen the Rain a másik lemezen? Ezek mind klasszikusok, tehát ez gyönyörű, szép muzsika. Annak idején mi nagyon sok Creedence-et játszottunk, meg az első zenekar, amikor még én daboltam. Emlékszel? Jó, hát igazából az volt pályafutásom kezdett. Igen. Minden próba úgy kezdődött, hogy na, most jön a Fortunate Son. Ketten duóként is eresztettük a Creedence-eket akusztikus gitáron, Ori énekel. Volt egy pár koncertünk, nem? Játszottunk. Meg Ivan volt az is, nem? A jó kis muzsika. Megadta a hangulatot. Jó kis muzsika. Jóformán olyan egy Creedence ez emlékzenekar voltunk, annyi számot feldolgoztunk tőlük. Na, szóval hallgassátok meg, keressétek meg YouTube-on, beszéljünk róla, ha nem tetszik, ha tetszik. Miért ne tetszene?
Hát akinek nem tetszik, mondtam. Aki nem hallott róla, az pof, és kész. Szégyen. Ilyen zenét nem... Jó. Nem is tudom elképzelni. Na, gyerekek. Csoki, viszlát. Ide, tudjátok. Ne felejtsetek kommentálni. Subscribe, pak, komment. Írjátok, hogy játszom, és nyeritek meg ezt a finomságot. Pactalo! Jó napot! Na.